Egy átlagos nyári napon legalább 2,5-3 liter folyadékot kell fogyasztani minden egészséges felnőttnek, ám ha valaki sportol vagy nehéz fizikai munkát végez, ez a mennyiség akár a 8-9 litert is elérheti. Ez különösen olyan melegben igaz, amely ezen a nyáron többször is beköszöntött a fővárosba és környékére. Az általunk megkérdezett háziorvos is úgy véli, a folyadékpótlás az egyik legfontosabb a hőség elleni védekezés során. Arra kell a legjobban figyelni, hogy rengeteg folyadékot kell inni, ugye a megfelelő folyadékbevitel az a leglényegesebb. Ezen kívül nem szabad tűzőnapon tartózkodni, a fejünket érdemes mindenképpen elfedni egy kalappal, sapkával, tehát nem jól közvetlenül éri a napfény. Ugye vigyázni kell a leégés veszélyére is. 30 fok feletti hőmérsékletnél, aki teheti, maradjon árnyékban vagy egy hűsebb lakásban, illetve irodában. Persze nem mindig alakul úgy, hogy ezt megtehetjük. A egészségügyben dolgozom, úgyhogy nekünk úgy kell menni, ahogy van a rendelés. Úgyhogy végül is árnyékolókat használunk. Veszem a szalmakalapot, hordok magammal hűtött vizet, és általában nem ilyenkor megyek ki a szabadba, hanem próbálok mikor a reggel. Hát délelőtt vagy délután, de most így adódott. Akinek lehetősége van rá, nagy hőségben a vízpartokon, illetve a strandokon keres menedéket, azaz felfrissülést. Hát ha idő engedi, akkor igen, akkor többször megyünk strandra, ha éppen nem dolgozunk. Általában vagy otthon, vagy nyaralóba medence, és akkor úgy kibírható a meleg. A megmártózás, illetve a gyakori zuhanyzás mellett a táplálkozással is segíthetünk a szervezetünknek, hogy könnyebben elviselje a nagy meleget. Érdemesebb ilyenkor azért kicsit könnyedebb ételeket fogyasztani, tehát ilyenkor az, az úgynevezett mediterrán étrend azért nem hiába találták ki, vagy honosodott meg, tehát a meleg hónapokban sokkal kevesebb az embernek az étvágya, és nem érdemes ilyen zsíros, nehéz ételeket fogyasztani, mert megviseli az ember szervezetét. Tehát inkább a könnyed, folyadékdús ételeket kell keresni, és mellé rengeteg folyadék. Lovas doktor arra is felhívta a figyelmet, hogy ilyenkor az élelmiszerek tárolására is különösen oda kell figyelni. A kórokozók nagyon gyorsan megjelennek az élelmiszerekben, ezért a hűtési láncot nem szabad megszakítani, és a romlandó ételeket a lakásunkhoz legközelebbi boltban érdemes ilyenkor megvásárolni. A nagy meleg az óvintézkedések betartása mellett is okozhat panaszokat, erről is beszélt a háziorvos. Addig, míg mondjuk csak egy enyhébb fejfájás van, azt meg lehet próbálni magunktól is kezelni, tehát pihenni, fájdalomcsillapítót be lehet venni, folyadékot inni, de mondjuk, ha már komolyabb tünetek vannak, mint mondjuk hányás, vagy valaki föl sem tud igazából kelni, vagy olyan erős fejfájása van, akkor mindenképpen orvost kell felkeresni, mert ez egy súlyosabb napszúrás is lehet mondjuk. Lovas László a kánikula idején gyakoribb vérnyomásmérést javasol, illetve azt, hogy az érintettek beszéljenek a házi orvosukkal, mert a nagy meleg átírhatja a szükséges gyógyszereket, illetve azok mennyiségét.